A videó támogatója a Sajtóforrás.hu. lesetek rá, elérhető az oldalon az összes legújabb LEGO Ninjagos magazin. www.sajtóforrás.hu link a leírásban. Üdvözlök mindenkit ez itt a Trading és a mai videóban pedig LEGO ninjago -zunk. már régen volt a csatornán LEGO Ninjago, viszont ez egy picit érdekesebb, mint egy sima magazin, hiszen ha jól megnézitek, mindegyhez valamilyen LEGO jár, és ez nagyon-nagyon menő, Lego Ninja Go Legacy kiadása ez a három képregény sorozat. háromhoz dupla minifigura. Azért az eléggé komoly szerintem. 6 darab minifigura. Plusz van egy másik magazin, ez egy picit olcsóbb. Ez egy minifigurás, egy zénes, illetve természetesen ez is tartalmaz egy limitált kártyát. Plusz ugye a magazin, ami természetesen azért az se rossz. Na de nézzük is hát miről van szó, ez zsírói sorozat, ez az első szám, nem vagyok benne biztos, hogy már meg tudjátok venni az első számokat, nézzétek át a sajtóforrás, folyamatosan változik, lehet mire megnézed, addigra már a negyedik szám is kint van. Na de nézzük az elsőt, van egy zén és egy garmadon, nagyon-nagyon tetszik a minifigura, milyen prémium tokban van. A Blue Ocean, aki gyártja ezt az egészet, nagyon képbe vannak, hogy mit kell adni az embereknek, ez tökéletes egyszerűen. Kardok, eszközök, sisakok, minden, komplet minifigura, és mindez egyébként 2000 forintért. Ott a limitált kártya már fel se tűnik konkrétan, mert annyira menő maga a szet, és ráadásul még egy magazin is van hozzá, Ugyanezt a későbbiekben is eljátszották, itt figyeljetek, hogy vagy ne rendeljétek meg, és akkor fixen megkapod a legót is, meg a kártyát is, vagy ha újságosnál veszed, akkor viszont tényleg figyelj oda, hogy meglegyen mind a kettő, nehogy valaki leszedje. Ugye nem mindegyikhez van már ilyen fólia, ez attól függ. Na de, azért netes rendelés ilyen szempontból egészen jó. Nézzük meg akkor itt az első számot, hogy ezzel mi a helyzet. 2000 forintért, ne is haragudj, de már maga a minifigura. Megér annyit, szerintem. Nemhogy még egy kártya, ami egyébként egy Oniloid Limited Edition, hogyha gyűjtöd a szériát, akkor azért az elég király. Ugye a csatornán már volt ezzel kapcsolatban több ilyen videó is. Illetve itt van maga a LEGO set. Hát, hogy ez így hogy jön le? Nem egyszerű. Ott engedi el a ragasztó. Nagyon komolyan fel van ragasztva. Ez nem bohóc ragasztó. Azt a minden itt ez komoly erős ragacs, és maga tokba is önmagában tök jól néz ki, de mielőtt összerakjuk, nézzük meg magát a magazint, ami nem is annyira vékony. Itt az új avengers témát is reklámozza egyébként, ahhoz is van külön magazin. Micsoda minőségi képregény! Na hát most nem azért, de ez tényleg tök jó. Magyarul, tök színes, ez nagyon komoly. Ez teljesen rendben van. De jó, tökre tetszik egyébként. És itt vannak a kártyák, ugye? Miket lehet gyűjteni. Ez nagyon szép rajzokkal amúgy. És nem rövid. Azt kell, hogy mondjam. Nem volt rövid. Óriás poszterrel. Színezővel. Infokkal. A karakterekről. Természetesen, akikről van a Lego. Arról is van információ. Kis játékokkal. Sőt, nem is annyira kevés játékkal. Nagyon jól néz ki. Megfejtések, ezt nem nézzük. Illetve itt a végén képes lapokat lehet kivágni a magazin hátuljából. Ezt végtelenül professzionálisan rakták össze. Nagyon-nagyon tetszik, nem vacak az újság egyáltalán. De nézzük a, a fő dolgot, magát a Legót, ami szerintem elképesztően menő és egyedi, hogy Lego jár ehhez az egészhez. Úgyhogy ezeket természetesen össze is rakjuk abba a szent pillanatban. Nézzük akkor először Zénnek a minifiguráját. Ez 2000 forint, ezt nem is akarom elhinni egyébként, hogy ezek rendes, hivatalos Lego. Hát hogy ne lenne az? Nagyon minőségi. És akkor árakjuk a fejet. Itt választhatunk egyébként, hogy beáll a zoom, hogy ilyen morci, vagyis hát a fókusz, hogy vagy milyen legyen. Ez a morci, az jól áll neki kivesszük a sisakot. Á, tiszta jó, teljesen jó ki van dolgozva. Úgy. És kivesszük akkor a kardot. Ami tök jó egyébként úgy szintén, ha ilyen ninja gós dologban gondolkozol, hát akkor itt bővítheted a minifigura állományodat. Nagyon komoly ez a kard. Ez elképesztően jól néz ki a figura. Nézzük már akkor a másikat hogy ez mi fánterem. Itt is teljesen nagyméretű minifigurát kapunk. Normális kinézettel. Itt egy fej közül választhatunk. Ez is a mérgesebb variáció. És akkor rárakjuk ezt a csontos sisakot. Fejére eszméletlen jól néz ki. A csontot még ha szeretnéd kiszedheted, pótolhatod mással. És kiszedjük ezt az átlátszó kardot egyébként. Ilyen rózsaszínnel vanos átlátszó kard. Úgy, jobb kezébe beletesszük. Nagyon komoly. És akkor még van egy ilyen eszköz. Na most ezzel kapcsolatban nem vagyok teljesen képbe, hogy ez hova is való, mert egyébként itt sem mutatja magán a rajzon se, pedig ez készen érdekesnek tűnik. Úgyhogy erre majd megpróbálok rájönni, ha tudja valaki, akkor nem felképpen írja le, mert mondom a képen se látom, hogy ez hova való de független ez így nagyon komoly szett. Jó, első magazin megvolt, félre is teszem, nézzük a második számot, Ebben teljesen más karakterek vannak, J, illetve Ezor, nagyon jól néz ki, főleg a pánkhajával. hajával az ilyen LEGO részt én még nem is nagyon láttam. Itt a kártya minden ragasztó van, fólia nélkül, úgyhogy húha, óvatosan. Mindenféleképpen óvatosan itt is ezt a hosszúkás ragacsot választották a kártyához is, ami tartja a legót. Végül is jó a megoldás, mert nem teszi tönkre a kártyát. Láttunk már olyan ragasztót néhány más szériában, ahol ugye akár sérült a kártya, de ez itt profi megoldás. Itt is próbálom alulról fölfelé húzva, mintha könnyebben lejönne, és mondom, a magazint se teszi tönkre, ami külön jó. De fussuk át ezt is, Gondolom úgy szintén egy képregénnyel találkozunk, így is van. De nagyon jól néz ki ez is. anúgy magyar, természetesen minden az újságban. A magazinban magyar nyelvű, ez így kisebbek számára is. Mm, nagyon jó, de mennyi oldala van ennek? Hát ez nagyon részletes. Negyedik fejezet, még mindig a képregény. Komplett képregény füzet. Már 44. oldalnál vagyok, és még mindig tudsz olvasni azt a mindenit. Ez... Ez igen. Ebben nincsenek dumák, nincsen kisjáték, összekötögetős, ez csak arról szól, hogy egy komplet sztorit el tudsz olvasni. Nagyon durva, van Minecraftos is egyébként, az is jó pofa szerintem. Hű, teljesen jó a Harry potter reklámozza, és akkor úgy szintén, hogyha tetszik a magazin, és elraknád, nem érne raknád de mert képregény, leszedheted a ragacsot, és semmi baja nem lesz. Jó, nézzük akkor a szettet. Próbáljuk meg összevarázsolni ezt is. Szépen kihúzzuk, hogy ne essen az égvilágon semmi baja. Úgy is van, tehát itt a komplet set, bele van ragasztva még így a kard, nehogy kimozogjon. Szóval ez egy ilyen klasszikusabb, ez meg egy ilyen bandita kard. Le is esik, ezért volt beragasztva, hogy ne hújjon ki belőle. Jó, nézzük meg akkor először a ninja karaktert. De És Lego lisszász, rendes Lego lisszász. Nagyon jól néz ki. Nagy város szettekben van ilyen minőség. Úgy, a sisak az is leesik oké okay. nagyon komoly, hát csak a szeme látszik úgyhogy igazából mindegy is és akkor maga a kard, hogyha sikerül beleraknom Így de passzentos oké, okay. beigazítjuk a srácot utána tesszük ide a másik oldalt brutál méretű ez a kard és a másik minifiguránkat is összepakoljuk elképesztő a harc itt is egy fej dolog van, belerakjuk kezébe a kardját, és nekem a fő attrakció na, de nehezen megy bele ah, oh, mekkora kard a fő attrakció nekem a haja, mondom én ilyen lego alkatrészt még nem is láttam aha, fordítva van iránya akkor ilyen gumiból van, nagyon-nagyon benőn néz ki tiszta, komoly Tiszta komoly. Jó, jöjjön akkor az utolsó. Ebből is leszedjük a kártyát. Már rutinból tudom, hogy föntről lefelé húzzátok, vagy lentről fölfelé. Ne oldali irányba. És úgy nem gyűrődik a kártya. Teljesen szuper. Nézzük meg akkor. Ah, ott van az első szakadás sajnos. Uh -huh. Ez ott nem jó hír. Ez nem bírta ki. Ja! De nem a magazin szakadt el, hanem ez a kis tartó. Aha! de így mondjuk már nem vagyok szomorú, mert azt figyeld. Ennyi. Hm. A csont király meg kály. Hát ez zseni. Én azt hittem elszakadt a magazin, és már szomorú voltam. Szó sincs ilyesmiről. Jó, nézzük át, fussuk át. Itt is leszedem a ragacsot, mert azért ez a magazin, ez megérdemli, hogy Teljesen tisztán egyenaragva, és nem növekszik az ár, semmilyen átverésről nincsen szó. Úgy szintén 2000 forint a harmadik szám is. És ott, ott van, ott van a nagy képregény, megint poszterre, és itt feladvány is van. Tehát a második ö, katalógus volt az ilyen demenő mennyi kerék. Szóval az előző volt az ilyen nagyon képregényes, ez ilyen mindenes picit érzem, ez külön kiadás egyébként, ez volt a nagy komoly képregény kiadás, de ez is 2000 forint volt, tehát azért, ez, azért mondom, hogy ez így nincsen semmiféle gond ezzel. Jó, nézzük meg akkor, hiszen a figurák itt is nagyon király, főleg a csontkirály, szerintem így a gonoszok közül ez is eléggé durván jól néz ki, meg itt megint van egy ilyen alkatrész, ezt még továbbra tudom, hogy ez hova való. Várjál, mellére, ilyen szerűség. most azon gondolkozom, hát persze, hogy lehetek ekkora madár, hát persze. Ajj, na jó, ez kegyetlen jól néz így ki, csak rájöttem a végére, hogy hova való. Na jó, hát ez a csontkirály, ez, ez csúcs, ez, ez elképesztően csúcs. Úgy? És ez meg a rajz szerint még erre rámegy, nagyon részletessé teszi Csont király megjelenését. Hát ez csúcs! Ez őrület, durván király. És ott a mevért annyira jól illeszkedik hozzá. Ez nagyon tetszik. Oké. Okay. Hát itt már a. Nincs az már. Nem is annyira érdekes, persze az se rossz. Valami gonoszabb. Mergesebb fejet odarakunk neki. A piros kard az úgy szintén menő, hogy mindegyikbe különböző színű van. És magas isak, ami még rájön erre. Nagyon jó ez is. Hát akkor így, ilyen szinten az előzőt, ezt itt meg lehet tuningolni egy picit. Hiszen akkor már tudom, hogy mi való rá. Így a nyakára kell lakasztani. Hát és akkor így mindjárt vagányabb a megjelenése. Nagyon-nagyon menő. Teljesen jó. Három limitált kártya, és még mindig van egy magazinunk. Ez egy olcsóbb egy picit, ez 1300 forint kerekítve. Viszont ebben egy figura van. Nézzük meg, hogy akkor ez mit akar. Lehet, hogy ez valami régebbi kiadvány. Itt ez be a magazinozásba. Most kezdtem belejönni. Elkezdett érdekelni, hogy amúgy milyen jó kiadványok vannak. Oké. Okay. És hát tényleg azt kell, hogy mondjam. Úgy is van. Na, itt a polybag az igazából egy ilyen klasszikus megoldás. Tök jó. Megnézzük majd. A kártya mellé, csak egy csúszkál benne, de nem sarkazódott le, nem lett semmi baja. Nézzük át akkor magát a magazint, hogy mi van benne. Ez ilyen tengeri világhoz kapcsolódó dolog, rengeteg feladványjal, ahogy látom, és úgy szintén egy jó képregényjel, ami erről a tengeri világról, zénről szól, de azért van egy Lloyd poszterünk is, ahogy látom, és itt folytatódik a képregény, tehát itt se maradunk olvasni való nélkül. Őrült küldetés, robotfejlesztés, teljesen jó, ez is tele van mindenféle hasznos dologgal. És akkor nézzük meg ezt a zacsis zént, úgyis van már egy zénünk, akkor ez sem maradjon ki, de milyen komplikált kis fegyvere van. Ahogy én azt látom. Oké, összerakási igazából maga a papíron van. Rakjuk össze a fő karakter szerintem. Úgy, ez így a legegyszerűbb. Aztán innentől jönnek az izgalmak, hiszen van ilyen tartrész is az úszáshoz. Ez, ez mondjuk azért, ez világi, ez nagyon tetszik. Kard kell a kezébe, miért ne kellene? Ez mindig kell. Ez a szürke megoldás, nem a kék, ugye? Tehát van egy ilyen kis szürkénk is. Jó, és akkor kell azt mondja, egy ilyen búvárcúcc a Ez egészen komplikátnak tűnik. A felrakása, fordítva. Ez ilyen gumis, tehát így viszonylag ráfeszül, de hogy hogy? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy be kell -e akasztani valahova. Egyértelműen az a cél, hogy valahogy ráfeszüljön. Ezt mindjárt kitalálom, hogy hogy kell. De addig is felrakom a fejrészt. Itt is morci, sisak, szemüveggel. Nagyon-nagyon nem rossz. Eszméletlen jól néz ki ez is. Illetőleg, aha, a has a törzs részbe való. Ne csináld, ilyet se láttam még. Kicsit nagyobb lesz tőle a karakter, tehát azért, itt összehasonlítom, azért látszik, hogy méretben most ez így lett különbség, de ez elképesztő komoly, és kettő darab van, ebből lehet ilyen pótalkat rész, ugye ezt beletenni, még maga a fegyver is tök jól néz ki, a kicsit olyan kiesősnek érzem ezt a cuccot. De végül is benne marad. Ez nagyon durva. Egyértelműen, amiben egy karakter volt, az a legösszetettebb. Tehát nem viccből volt benne egy karakter, mert annyira összetett, annyira sok elem tartozik hozzá. Tehát itt van a négy kártya, és meg annyi minifigura, eszméletlen sok minifigura a magazinokhoz, illetve az olvasni való. Én azt kell, hogy mondjam, ez egyértelműen megérős, én nem is tudtam, hogy ezek ennyire királyk ezek a magazinos szettek. Nagyon meglepett az a óriás képregény, az, az, szerintem a legmegérősebb az összes közül, az a giga ez brutál. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ahogy mondtam, megtaláltok ezeknek a linkjét a leírásban. Nézegessetek, ezek már a Lego minifigurák miatt nagyon megérik továbbra is, levet nyűgözve. Köszönjük, hogy itt voltatok! Sziasztok!